Legutóbb Balkányban tartott gazdafórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete. szabolcs már bereg megye a legmagasabb taglétszámmal rendelkezik az országban. Ez a jövőben is érzékelhető lesz az országos kamarai taglistán. A múlt heti választás döntött ugyanis arról, hogy a következő öt évben milyen létszámú és milyen összetételű küldött gyűlés képviseli a megyei gazdálkodókat. A választások hivatalos eredményét jövő hétfőn hirdetik ki, az azonban már biztos, hogy újra 90 kamarai tagot delegál a megyei szervezet. Ezt követően június 13-a és 17-e között lesz a területi elnökségek tisztújítása, mondta E35 perc című műsorunkban Rácz Imre, a Kamara megyei elnöke. 15 országos küldöttet választ minden megye, vezetőt, egy elnököt választ, és négy alelnököt minden osztályba választunk, egy osztályvezetőt, és akkor ezek az osztályok működnek úgy, hogy minden tagot besorolunk, vagy magát kéri, hogy hova szeretne tartozni, ha gyümölcs foglalkozik, nyilván akkor abban az osztályban állattenyésztéssel, akkor az állatosok, az, aki nem sorolja be magát, akkor mi megkérdezzük, hogy mit választan a fő és akkor automatikusan besoroljuk, úgyhogy mindenki tartozik egy osztályba, ezek az osztályok fél évenként találkoznak, jönnek össze, és a problémákat megbeszélik, összegzik, és azt az elnökség az országos vezetés felé kezdeményezi. Az országos vezetés pedig szoros kapcsolatban áll az Agrárminisztériummal, ahol ezekre a problémákra választ várunk. Az idei választáson rekordszámú több mint 79 ezer kamarai tag szavazott, Európa szerte ez számít a legnagyobb részvételi aránynak. Ez azért is fontos, mert a közös uniós agrárpolitika nagyon szigorú környezetvédelmi feltételeket támaszt, ami jelentősen megnehezíti a magyar gazdálkodók dolgát a hatékony élelmiszer előállításban. Ezen a szabályozáson szeretne enyhíteni az Agrárkamara a legfontosabb feladatunk most az elkövetkező időszakban az Agrárgazdasági Kamarának az, hogy megteremtse azt a környezetet, hogy a gazdálkodók ne úgy éljék meg az ők munkájukat, cselekvésüket, hogy az egy, egy bűn, hanem úgy, hogy ők élelmiszer alapanyagot állítanak elő, és ezt az adminisztrációs segítséggel az ország vezetői kormánya segítse, ne gártója. Ugyanis most a gazdálkodók azt tapasztalják, hogy Brüsszel olyan előírásokat akar ránk erőtetni, ami ettől elveszi a kedvüket, illetve a jövedelmezőségüket csökkenteni akarja, illetve az élelmiszer alapanyagnak a termelésének a minőségére megy már rá az a szigorú környezetvédelemre fogott elvárás, ami köszönő viszonyban nincs a valósága. Az Agrárkamara Kamara Szabolcsat már Bereg megyei szervezete volt a kezdeményezője az országos jégkármérséklő rendszernek. Csak a tavalyi évben ez a rendszer több mint 40 milliárd forintos kárt előzött meg. Emellett nagy szerep hárult erre a megyére az öntözés technológiájának fejlesztésében is, amivel a felszíni vizeket tudják ma már sokkal hatékonyabban felhasználni.